Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látják, köszöntöm Önöket. A híreket követően beszámolunk arról a találkozóról, amelyet a Pécsi Erőmű RT-nél tartott Baranya barátainak köre. Műsorunk után tőzsdei információkat hallhatnak. Újbor köszöntő ünnepet tartanak holnap délután Villányban. A korai érésű nemes szőlők, mint a kékoportó, villanyfő fajtája, szeptember közepén már szüretelhető, így mostanra újbor kerülhet a poharakba. Az ünnepen jelen lesznek a borvidék gazdái primőr boraikkal. Michael Lake nagykövet, az Európai Unió magyarországi delegációjának vezetője hétvégén érkezik Pécsre. Látogatása alkalmából hétfőn tart média találkozót, amelyen főként az Európai Unió bővítéséről és belső reformjáról beszélget a sajtóképviselőivel. Szó lesz a három pénzügyi csatlakozási alap, az ISPA, a SAPARD és a FAR működéséről is. A Pécsi Erőmű RT-nél tartott találkozót Baranya barátainak köre. A szervezet tagjai megyékből elszárvazott sikeres szakemberek, akik évente két alkalommal cserélnek gondolatokat a megye felzárkóztatásával kapcsolatban. Az összejövetel fő témája Baranya megye energiahelyzete, a Pécsi Erőmű RT fejlesztési lehetőségei és a távfőpiac versenyképes működési modellje volt. A Baranyából elszármazott sikeres szakemberek a Pécsi Erőmű RT előtt álló szakmai fejlesztési elképzelésekről tájékozódtak, és megismerkedtek a magyar energetikai versenypiac megteremtésének az Európai Unióhoz kapcsolódó kérdéseivel. Úgy ment le az átvilágítás, majdnem 60%-a, a brüsszeli átvilágítás 60%-a, hogy mindössze három felmentő kérelmünk volt, derogációs kérelmünk volt. Miért a környezetvédelem előtt abban a pillanatban 21-el több lett. Ebből nem tudtunk ledolgozni, és nagyon sokáig nem is fogunk ledolgozni. A környezetvédelem, mint blokk, rendkívül problémás terület, rendkívüli beruházásokat és rendkívüli feladatokat vár az országtól. Az Európai Uniós csatlakozás a Pécsi Erőmű RT számára is komoly feladatot jelent. Az Európai Uniós csatlakozás az ország számára, de számunkra is rendkívül nagy kihívás, hiszen több tekintetben magas követelményt, az eddigeknél magasabb követelményt állít elénk. Például a környezetvédelemben, például abban, hogy az energiafogyasztók nem csak egyszerűen fogyasztók, hanem vevők, akiknek igényét minden tekintetben versenyben kell kielégíteni. A Pécsi Erőmű RT további fejlesztések előtt áll, hiszen a Városi Önkormányzat elvi döntést hozott arról, hogy a PTÁV Kft.-ben tulajdonrészt szerez a cég. Folynak még a tárgyalások, hiszen a közülés egy első lépcsős állásfoglalást foglalt el támogatólag, ugyanakkor azt is előirányozta, hogy további részletes tárgyalásokra van szükség, és ez természetes is ebben a helyzetben, hiszen nagyon jelentős befektetésről van szó. A tervek szerint a Pécsi Erőmű RT a jövőben a délszláv térség felé is nyitni fog. Van egy nagyon fontos amerikai tárgyaló partnerünk, aki érdekelt abban, hogy a Pécsi Erőműből délszláv irányban villamosenergiát szállítson. Itt is folynak a tárgyalásaink, számos feltétel még vissza van, többek közt a jelenlegi szigorú rendszer is, amely nem teszi lehetővé számunkra, hogy mi direkt exportáljunk. Liberalizáció ahhoz is hozzásegít bennünket, hogy az ez irányú törekvéseink is megvalósuljanak. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.
Köszöntöm a tévénézőket. A pénteki nap a budapesti értéktőzsdén árfolyamnyereség realizálásával indult a nap. A délután 14:30-kor megjelenő amerikai munkanélküliségi adatokig egész nap negatív tartományban mozgott az index. Ugyanakkor az amerikai munkanélküliségi adatok olyan kedvező hatással voltak a nemzetközi piacokra, hogy ennek hatására plusz 40 pontba fejezte be a kereskedést a budapesti értéktőzsde indexe. A BUX 7271 pontos értéknek felelt ez meg. A vezető papírok a MATÁV kivételével emelkedtek. A MATÁV két pontos árfolyam esést követően 1484 forinton fejezte be a kereskedést, a MOL 5140, az OTP 11490, a Richter pedig 12010 forinton zárta a pénteki napon a kereskedést. A nap folyamán a naprei erőteljesebb árfolyamnyereség realizálásnak tűnő folyamat megfordult, és nap végére inkább az óvatos optimizmus nyert, ismét tért a piacon. A nap nyertese a korábbi napokban jelentősebb árfolyamveszteséget elkönyvelő Synergon volt, ugyanis 8%-os árfolyam emelkedéssel 1880 forinton fejezte be a kereskedést. A nap végére a nemzetközi piacok plusz 1,5%-os árfolyam emelkedést produkáltak, illetve a Dow Jones az első fél órában közel 200 pontos emelkedést mutatott, és ennek hatására jelentősebb pozitív hangulat jelent meg a budapesti értéktőzsdén is. A nap vesztese a Brau volt, amely 4%-os esés után 3350 ponton zárt, forinton zárt, illetve a Titas, amely 3,5%-os esés követően 8005 forinton fejezte be a kereskedést. A határidős piac alig 8 ponttal zárta a prompt piac fölött, ami a piac pesszimizmusára utal, ugyanakkor a kedvező vállalati eredmények várakozásai egyelőre fenntartották a pozitív hangulatot a tőzsdén. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!